Nem igaz, hogy az egyéni bezárkózottságúnak mondott, individuálisnak nevezett világunkban eltűnt volna a komoly társasjátékok klubszintű űzésének igénye Magyarországon. Ennek cáfolata az interneten zajló különböző pontgyűjtögetős úgynevezett kompetitív, aztán a konfliktuson alapuló, vagyis konfrontatív, és a neve által is sugallt kooperatív, vagyis együttműködésen alapuló társasjátékok. Ezeknek az üzése persze akkor ad intellektuális és egyúttal emocionális élményt, ha ezt valóban egy klubban egy asztalnál ülve végzik a játékosok. Mint például a Tolnai Társasjátékvár elnevezésű csoport az elmúlt hétvégén, amikor már nem először az új civilházban jöttek össze az említett társasjátékok tolnai kedvelői. Itt játszanak most egy Metro X nevezetű játékkal, ez egy metró hálózat építéssel foglalkozik, és különböző vagonokat kitöltve egy ilyen logikai elven működő szabályrendszeren keresztül metró hálózatot kell építsünk, és pontgyűjtögetésről van szó, tehát a végén mindenki elér valamit, és így kiszámoljuk gyakorlatilag, aki kinyerte meg a játékot. A szabályokat ők maguk a versenyzők írják, törekedve az egyszerűségre, ami azért nem mindig sikerül. Mindenképpen fő szempont, prioritás, a szórakoztató funkció maximális érvényesülése. Egy két szabályból álló társasjáték is lehet abszolút szórakoztató. Az egyik asztalnál heves érzelmi megnyilvánulások, harsány kacajok, karmozdulatokkal jelzett gesztikulálások során nem volt nehéz megállapítani, bizony itt konfrontatív játék zajlik, egyébként az egyik népszerű, titkos szerepes parti játék ez. Ez egy középkori játék a Merlin és társainak az ilyen misztikus világában, és egy ilyen titkos szerepes, tehát nem tudják a játékosok, hogy ki kicsoda, és gyakorlatilag egy küldetéseken keresztül barangolva kell rájönniük, hogy ki is lehet a jó, és ki is lehet a gonosz. Mindenki kap a játék elején egy kötelező titkos szerepet, amit követnie kell, tehát annak megfelelően kell játszania. Nem tudják az emberek, hogy a többiek micsodák, milyen szerepet kaptak, ennek alapján kell valamilyen módon sikeresnek, vagy bukottnak kihozni egy küldetést. Tehát kinek éppen milyen szerepköre van. És az a lényeg az egésznek, hogy mivel nem tudják az emberek, hogy a többiek mivel vannak, egy sokkal nehezebb így kitalálni, hogy mi lenne a jó lépés ebben a játékban. És ez a balkópan nem elég ide. Mert azért itt azért eléggé gondolkozni kell. Ez csapatjáték valamennyire, van két oldal, és akkor mindegyik ember valamelyik oldalon játszik, tehát vagy az egyik oldal nyert, vagy a másik oldal. Ahogy telt múlt az idő, jöttek újabb érdeklődők, akik az általuk ismert játékba, ha akartak, be is kapcsolódtak. Azokat, akik nem rendelkeztek semmilyen ismerettel, őket a klubtagok közül megismertette valaki az általa üzendő játék szabályaival. Simon Zoltán már a jobb, a felkészültebb játékosok közé tartozik, tel is tele sikerélményekkel, de mégsem célja, hogy a már létező országos versenyeken is valamelyik kategóriában megmérettesse magát, de egyébként nem zárkózik el ettől. Egy-egy társasjátéknak van saját versenye vagy bajnoksága, gondolkozom, hogy valamelyiken elinduljak majd, a Mars Terra formálása az én kedvenc játékom, abban gondolkozom, de szerintem itt a legtöbben nem a versenyben gondolkoznak, hanem a hobbiban, a szórakozásban. A Tolnai Társasjátékvár minden esetre úttörő szerepet tölt be az említett társasjátékok megismertetésével és elterjesztésével Tolna megyében.